Szombatonban laktak el a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diákjai. A különböző szakokról 145 végzős búcsúzott. Az intézményben idén különleges volt az ünnepség. A diákokat énekes, táncos, filmes produkciókkal búcsúztatták. A korábbi évekhez hasonlóan idén sem hagyományos ballagásban volt részük a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzőseinek, hiszen a megszokott, beszédekkel megtűzdelt ünnepséget az elmúlt év művészeti alkotásaival, produkcióival színezték. Az egyetem stúdiószínháza boldog és izgatott diákokkal telt meg. Egyesek három, mások öt év után búcsúztak az intézménytől, abban a reményben, hogy sikerre tudják vinni az egyetemen szerzett tudást. Az elmúlt három évben minden is volt, volt Covid is, elkezdtünk ilyen rendesen is járni, utána visszajöttünk a Covidból, akkor újra össze kellett szokjon a társaság, emellett a színészekkel is, mindenféle más szakkal is együtt dolgoztunk. Nagyon kreatív volt, nagyon színes, és nagyon sok élményt szereztem ez a három év alatt, és annyira tele volt mindenfél évvel, hogy nem is érződött három évnek, csak egy hétnek jóformán. Nagyon sok élménnyel gazdagodtam, tehát a színskála összes színében mindenféle élmény. Itt van a tarsolyomban, itt is, fejben is, lélekben is, és nagyon örülök, hogy olyan emberek voltak körülöttem, akik végig támogattak, vagy épp nem támogattak, vagy épp magamra hagytak, és mindegyik helyzet olyan volt, hogy tanulni tudtam belőle. És hol arra jöttem rá, hogy van, aki segítsen, és hol arra jöttem rá, hogy magamon tudok segíteni, ami egy nagyon nagy, szerintem ez egy nagyon nagy áldás így az életben. Az ünnepség végén az épület előtt könybelábadt szemű családtagok sokasága várta virággal és gratulációval a végzősöket. Összesen 145 közülük a magyar tagozatról 75 diák zárta le szombaton életének ezen szakaszát, ám közülük sokan visszatérnek a magiszteri képzésekre, vagy akár a doktori iskolában folytatják tanulmányaikat.